az megint hozzátartozik a történethez, tehát nekem piszkos nagy szerencsém volt, hogy én 79-80-ban mind a két folyamatnak a végtermékével találkoztam, tehát a teljessé kiforrott formájával, mind a színházi munkásságnak is, ugye az előadás révén, az Apocalypsis Configuris révén, mint pedig a parateátrális kísérleteknek az emberek fája, vagy triumfó, kinek hogy tetszik, Zsverva Luzsi, hogy mondják, lengyelül? Az emberek fája. Zserva. Zserva Luzsi. Val. Mert ez mind a kettő tulajdonképpen egyfajta végpontként értelmezhető. Hát az utóbbi, ez az emberek fája, ez nem egészen, mert nem tudni, mi lett volna, ha. Nem az valami lett végül is, egyrészt Jaruzelszky, másrészt a Zmiszlowski, Jacek Zmiszlowski meg meghalt szegény, és hát ő volt az egyik legígéretesebb ember ezen a szálon tovább. Tehát nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha, de minden esetre így egy végpontként elfogadható. És ezek olyan dolgok voltak így, a végső kiforrottságokban, amik mindenképpen lenyűgözőek voltak. Holott, ahogy aztán így elkezdtem felfejteni, hogy is jutottunk el idáig, akkor hát én azt tudni kell, én alapvetően egy konzervatív beállítottságú pazsas vagyok, és nem vagyok benne biztos, hogy némelyik előadásuk, korábbi előadásuk olyan szörnyen nagyon tetszett volna nekem. Ezt így utólag azt gondolom, így tisztességes bevallani. Ezért aztán nekem nagyon izgalmas volt felfejteni azt az utat, ahogy ez az egész dolog kifejlődött egy gyakorlatilag teljesen hagyományos színházi produkcióból, vagy azt követően.